az Isteni Ige Társasága, vagy ahogy Magyarországon nevezik, a Verbita missziósok, mára a katolikus világ hetedik legnagyobb férfi szerzetes rendjévé fejlődött. Alapvető célkitűzése egészen határozott: a katolikus világmisszió. A magyar rendtartomány hazánkban az egyre jobban ismert szerzetes közösségek közé tartozik, és fontos szerepet játszik a katolikus egyház életében. Nemzetközisége által a magyar hívők elvesztett, vagy éppen lankadó hite erőt, bátorítást és segítséget kap a más kontinenseken virágzó keresztény közösségek hitéből, melyeket a Verbita szerzetesek közvetítenek feléjük. A hithirdető meggyőződése, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ezért megy el másokhoz, hogy tanúságot tegyen hitéről. Bár a társaságnak csak egyetlen célja van, a hithirdetés, ezt olyan sokféle módon lehet megvalósítani, hogy minden Verbita kiteljesítheti személyes képességeit. Fontos a fiatal missziós szerzetesek képzése, hogy az újra evangelizáció tovább haladjon. Különböző nemzetiségű kispapok és testvérek tanulnak a budatétényi rendházban, hogy minél korábban megtapasztalják a multikulturális légkör. Rendszeresen a plebániai missziós napok, melyek keretén belül nem csak az utcán hirdetik az örömhírt, hanem különböző intézményekben is. Úgy, mint iskolákban, kórházakban, idősek otthonában. Ilyenkor remek alkalom nyílik a fiatalokkal megismertetni az igazi misszió fogalmát. A nyár a missziós táborokról szól a Verbitáknál. Több mint 10 éve minden nyáron 3 tábort szerveznek, amin több száz gyerek is fiatal vesz részt. A színes programok garantálják a felhőtlen szórakozást, jókedvet és a hitben való növekedést. Minden évben megrendezik a világmisszió országos ünnepét, idén már 10. alkalommal. Az érdeklődők egész nap érdekes előadásokat hallgathatnak a misszióról, illetve a Verbita szerzetesek magyarországi munkájáról. Az ünnep pénzpontja a Szent Mise, ahol a különböző missziós felajánlásokat az oltár elé helyezik. Évente 2-szer, a húsvéti és az adventi időszakban ifjúsági virasztást tartanak az érdeklődő fiataloknak. Szerepet kap az elmélyülés mellett a játék is. A lelki gyakorlatos házai kihasználtsága folyamatos. A lelki gyakorlatok, mozgalmak és konferenciák mellett a misszió barátainak rendszeres találkozói állandó programokat biztosítanak az érdeklődőknek. Akik nem tudnak részt venni programjaikon, azoknak a média segítségével juttatják el az evangéliumot. Rendszeres kiadványuk a Világposta folyóirat és az évente megjelenő fali naptár, illetve kalendárium. Az interneten elsősorban a fiatalabb generációt próbálják megszólítani. Különféle munkákkal mind arra törekszenek, hogy megvalósítsák Krisztus mennybe menetele előttünk parancsát. Menjetek tehát, és tegyétek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében,
és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek.